Vendégházat avatott a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Gyergyószárhegyen. A házat a szárhegyi születésű ferences szerzetesről, Ervin atyáról nevezték el. A szállásadásból a Bőte Csaba ferences szerzetes által működtetett gyermekotthonnak származik jövedelme. A Páter Ervin vendégház szentelésére gyűltek össze szárhegyiek, zarándokok és Bőte atya gyermekotthonainak lakói Gyergyószárhegyen. A plébánia templomban előadást és a roll zenekart hallgathatták az érdeklődők, majd Fülöp-szigetekről érkezett szerzetesek adtak át egy Mária szobrot a közösségnek. A templomi szertartás után a Kájoni János gyermekvédelmi központnál folytatódott a program, amelynek udvarán felszentelték az új vendégházat. Az eseményen Dangu Ervin Szárhegy polgármestere beszélt Ervin atya életéről, munkásságáról. Elhurcoltatására így emlékezett vissza Ervin atya egy beszélgetésben. Mikor 1953-ban meghalt Sztálin, jöttek a hatóságtól, hogy harangozzunk, de egyedül nem győztem. Erre küldtem három milicistát, azokkal három napig húztuk. Mikor aztán bevégeztük, mondtam nekik, hogy máskor is szívesen látjuk őket ilyen esetben. Ervin atya 1997-ben tért haza szülőfalujába, ahol papi teendői mellett sokat tett a közösségért. A polgármester megköszönte a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak, hogy Ervin atyáról nevezték el a vendégházat. Imádkozzunk ezért a célért, és kérjük az Istent azt, hogy tényleg mindazok, akik ide belépnek, megalusztak, vagy rövid időre is meglátogatnak, azok mi Urunk Jézus Krisztus szeretetébe, a Somjai Szűzanya tiszteletébe és Ervin atya lelkületébe részesüljenek. A vendégházban 8 szoba található, amelyekben akár 40 személy is elfér. A pápa látogatás alkalmával már vendégek foglalták el a szobákat, összesen 43-an szálltak meg itt. A gyermekotthon szomszédságában található vendégház bárki előtt nyitott.